Köszöntöm nézőinket, ez a szerda este, benne pedig a hét témája. Nem szeretnék senkit sem fenyegetni, de az az üzenet érkezett, hogy jönnek a huszárok. Sőt, annyira jönnek, hogy az egyikük már meg is érkezett. Grubics Róbert személyében a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület elnökét köszöntöm. Üdvözlöm a nézőket. És Szekeres Krisztát, a Prokultúra Sopron közművelődési munkatársát, és elnézést, hogy a ez így van, az egyenruhája az elsőbség. Rendben. No, akkor miért is jönnek a huszárok? Hát azért jönnek, mert elhívtuk őket ide a Liszt központba. Tavaly csináltunk először egy olyan családi napot, így március 15-e előtt volt az néhány nappal, amikor már rákészültünk az ünnepre, és egy kis nemzeti játszóhelyet csináltunk a Liszt központból, és akkor is nagyon jó partnereink voltak a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület, lovai, huszáriai, dámahuszáriai és bajuszai, hogyha szabad ezt így mondanom, és arra gondoltunk, hogy az idén is ezt mindenképpen folytatnánk, ezt a hagyományt, és ha már egy háromnapos hétvége köszönt ránk most a hétvégén, március 15-én is ugye látni lehet majd a huszárokat a városi ünnepségen, a Petőfi téren, és arra gondoltunk akkor, hogy a háromnapos hétvégét 16-án szombaton délután egy huszáros családi nappal fogjuk itt megkoszorúzni, vagy megkoronázni itt a Liszt központban, amikor mindenféle nemzeti érzületű, a huszár hagyományokkal, a bajuszokkal, kapcsolatos játékokkal, koncertekkel, látványosságokkal, programokkal várjuk a gyerekeket, felnőtteket, családokat, hiszen ahogy mondtuk, ez egy igazi családi nap szeretne lenni, ahol nem kell a kamasz tesót is otthon hagyni. Bajusz, bár ma reggel is leborotváltam, de ez megmozgatta a fantáziámat, beszélünk még erről, de nézzük, hogy ugye a huszárok most ebben az esetben sem csak erre az egy napra, vagy kettőre, a 15-ére és a 16-ára korlátozzák az ő munkájukat, már az óvodákat látogatják. Így van, pontosan. Tehát igazából mi nem nemzeti ünnepről és nemzeti napról, hanem nemzeti hétről beszélhetünk, hiszen tegnap óta öt huszárunk lovakkal, teljes felszereléssel, egyenruhába látogatja azokat az óvodákat, ahonnan ez a kérés érkezett, és ez egész konkrétan 9 óvoda, úgyhogy ezzel kezdődött a dolog. És ez hogy néz ki egyébként, azért ezt próbáljuk meg felvázolni, hogy milyen, hogy kell elképzelni ezt a látogatást az óvodát? Ezt a látogatást úgy kell elképzelni, hogy óvónéni ír, van, aki már ősszel elkezdi, mert tavaly mondjuk lemaradt, és nem tudtuk besorolni, tehát viccet félretéve beérkeznek az igények, hogy ki mit szeretne, milyen napon, milyen intervallumban. Ezt mi összerendezzük, ugye korábban próbáltunk a múzeumunkra koncentrálni, ami most ugyan felújítás alatt van, és majd erre egy kicsikét visszatérünk ennek ellenére. Így idén viszont a múzeumot kihagyjuk, és az óvodákba mennek el a huszárok, ez jellemzően 2 lóval, a ló teljes huszár felszereléssel, kantárral, nyereggel, málhával, benne a huszárral, aki karddal, karabéllyal, díszöltözetbe megjelenik. Ugye a gyerekek, az óvodások szintjén ott egy harmadik huszár elmondja, hogy kell ezt az egészet nézni, értelmezni, miből áll tulajdonképpen egy huszár, milyen érzéseket vált ki, és miről szól a nemzeti ünnepünk, és akkor egy kis lovas bemutatóval, vagy egy rövid kis verbunk bemutatóval, vagy mindkettővel együtt zárul ez a körülbelül 1 órás program, és akkor hakniszerűen jön a következő óvoda, és akkor és így egy napra... Imádnak benneteket, gondolja. És imádják a... Sok-sok csillogó szemű gyermek, és sok-sok csillogó szemű óvónéni természetesen, és akkor jön a következő, na most ebből van 9, és ugye miután ez délelőtt mehet, ez ugye mindjárt 3 délelőttöt ennek a kis tábnak igénybe vesz. A holnapi napon a Petőfi Sándor Általános Iskola projektnapja keretén belül egész délelőtt 100-150 gyerek fogja meglátogatni a Huszár Múzeumot, ahol fél óránként egy-egy csoportnak tárlatvezetést fogunk tartani. Folytatódik mindez aztán a március 15-i ünnepséggel, ahol huszárjaink és dámalovasaink 10 órától a városi ünnepségen szintén teljes díszbe és pompába megjelennek. Én remélem, hogy az időjárás is közre működik ebbe, mert ha nem, akkor ugye mindez jó a Petőfi Színházban lesz. Reméljük, hogy jó idő lesz. Megrendeltük a jó időt, mi is reménykedünk benne, ha nem, akkor mindez a Petőfi Színházban és ló nélkül történik, de reménykedjünk a lovas dologba. Tehát ez volt a március 15. Zárójelbe hozzátenném még, hogy március 15 délutánján is folytatódik a program, akkor a Nagycenki megemlékezésen vesznek részt a huszárok.
és az egészet megkoronázzuk azzal, ami egyrészt valahol a születésnapunk is, a huszáros családi napfal, amit a Prokultúra, illetve ugye a Liszt Központ szervezett, ahol nagyon sok mindent fogunk mi csinálni, és ez az egész összekapcsolódik mindazzal, hogy 10 évvel ezelőtt, 2009. március 15-én debütált a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület, hiszen ugyan ekkor már másfél éves volt az egyesület, de erre az időpontra lettek lovaink, fegyvereink és ruháink. No, és akkor visszatérünk még az egyesületre mindenképpen, de nézzük ezt a 16. programot, Kriszta. Nagyszerű. Hogyan kell ezt elképzelnünk? A tavalyi évhez képest mi a legfontosabb változás például? Hát a legfontosabb változás, hogy sokkal több huszárt hívtunk erre a családi napra, illetve hát Robiék jóvoltából ugye sok vendége lesz majd a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesületnek, akik mind megfordulnak mi nálunk is a délután folyamán. Abban reménykedünk, a híres filmre utalva, hogy 80 huszár lesz nálunk. Robi azt mondta, hogy talán még lesz ez 100 is. Igen, egy picit hadd szóljak közbe. A 80 a stimmel, az nem stimmel, hogy nem feltétlenül huszárok, hiszen ugye különböző korszakok, igen, különböző fegyvernemei, tehát lesznek itt gyalogosok, lesznek itt tüzérek, lesznek itt matrózok, tehát a 80-as szám igaz, csak ezt a hagyományőrzőkre vonatkoztassuk. Igen, tulajdonképpen nagy hagyományőrző rendezvény házigazdája lesz a Liszt Központ, ahol a hagyományoknak megfelelően mi kézműves programokkal is mindig készülünk, tehát akik szeretnének természetesen csákót, kardot, nemzeti bajuszt készíteni, vagy valami ilyen hasonló tárgyakat, akkor nyugodtan leülhet. Több asztalnál nagyon sok kézműves, Győrtől Szombathelyen át Soproni, itt foglalkoztatják majd a gyerekeket és a felnőtteket, tehát mindenki haza is vihet valami emléket majd, amit itt készített. Természetesen lesz megint színpadi programja is a családi napnak. Nagy örömünk, hogy sikerült a nagyon népszerű és méltán népszerű Kolompos együttest elhívni erre a napra. Őnekik van egy Jönnek a huszárok című interaktív családi koncert, zenés műsoruk, ahova tényleg azt gondolom, hogy nem csak a gyerekeknek érdemes beülnie. A Petőfi teremben lesz ez a koncert 4 órai kezdettel, ugye a családi napot 3 órakor indítjuk, de hogy ne felejtse el senki, hogy hol is tartunk az időben, minden egészkor egy ágyú dörren majd a ház előtt. Egy valódi ágyú? Egy valódi ágyú. Gábor Áron rézágyúja. Igen, egy 48-as ágyú rekonstrukciója fog megérkezni hozzánk Budakesziről a Tüzérek Társaságában, és nagyon szakszerűen az egész töltés folyamatát és mindent végig lehet ott nézni. Tehát minden egészkor 3 és 6 között lesz egy ágyú dörrenés is, ne lepődjön meg senki azért itt a belvárosban, azt gondolom. És a huszárok ott lesznek nálunk vendégségben, egész délután lesz velük egy huszár kaszinót is berendezünk, ahol a huszárokkal társalogni, társasozni, találkozni, nemzeti sütizde is lesz, tehát nemzeti típusú sütiket fogyasztani is lehet, majd huszárcsók is lesz az idén, úgyhogy már megrendeltem. Megrendeltem a sütödében a huszárcsók nevű süteményt is. És ami azt gondolom, hogy egy páratlan, és tám még nem volt, lehet, hogy máshol már volt, de én még ezt nem tapasztaltam. Egy huszár divat bemutató lesz nálunk a Kolompos koncert után 5 órakor. Ez azt jelenti, hogy... De gondolom, itt nem manökkenek fognak most ebben az esetben. Nem, hanem... Nem feltétlenül, de manökkenek is. Annál sokkal csinosabb huszárok fognak föllépni mi nálunk, és más hagyományőrzők, hiszen lesznek korabeli betyár is, sok minden lesz, de hogyha gondoljátok, elmondom én ezt kicsit részletesebben, hogy az érdekes a dolog. Tehát akkor egy picikét, ugye tényleg nagyon szerencsés az a dolog, ott kezdeném, hogy ez a huszáros családi nap és az egyesületünk 10 éves debütálási jubileuma egybeesik. Ugye ezért van itt ez a sok vendég, és igazából a két rendezvény erősíti egymást. Mit is csinálnak a huszárok? Tehát ugye nyitva lesz a Huszár Múzeum már 2-től és legalább 18 óráig, ahol várjuk a Liszt Központba érkező vendégeket oda is értelemszerűen, ahol két kollégánk tárlatvezetéssel elmondja, hogy miről is szól a mi kis Huszár Múzeumunk. Lovas járőr fog járőrözni egész délután a Huszár Múzeum és a Liszt Központ között, és ugye azt is mondtuk, hogy Gábor Áron rézágyúja, vagy mennydörög az ágyú, 15, 16, 17 és 18 órakor. Ez a bizonyos divat bemutató a Kolompos koncert után lesz, 17 órakor, amit egy tánccal nyitunk meg, a korabeli tiszti bálok nyitó táncával, a francia négyessel, egy nagyobb létszámú huszárból és dámalovasból álló csoportot látnak, ez egy olyan 6-8 párt jelent. Ezután kezdődik a
divat bemutató, amit én úgy nevezek, hogy egyenruhák a kifutón, ez két etapból áll. Az első rész az az 1848-49-es szabadságharc huszárjait, tüzérjeit, betyárját jeleníti meg, majd pedig ugye egy hat vágás bemutató tulajdonképpen ló nélkül, hiszen beltérben lesz, de a titkos és rendíthetetlen hat vágás a huszárnak, ezt a titkot próbáljuk meg felfedni, hogy hogyan is használta a lovon, illetve gyalog a huszára kartját, és a második részben szintén folytatódik ez a divat bemutató a monarchia az első világháború és a második világháború korszakával, és ugye ha manökeneket nem is, de hölgyeket is láthatunk dáma ruhában, ez nagyságrendileg egy olyan 25 egyenruha, illetve öltözetet jelent. Tehát én azt gondolom, hogy egy élő ennyi történelem lesz. Igen. Ez egy élő történelem lesz, hiszen ugye a 48-49-es szabadságharctól egészen mondhatom, hogy 1945-ig, ugye egész konkrétan ez közel 100 évet fog felölelni ez a divat bemutató. Micsoda időutazás, várom mindenkit igen. Szeretettel. Kriszta, hogyha már időutazás, magyar bajusz forgatós. Én találtam egy ilyen folyamatos programot. Hát a magyar bajusz pödröst azt még csak-csak, de mit jelent ez? Lesz természetesen bajusz pödrés is, illetve megjutalmazzuk azokat, akik saját bajusszal érkeznek, de az a reményünk van, hogy ezen a napon senki nem tér haza bajusz nélkül. Ha máshogyan nem, akkor készít magának egyet nemezből, avagy festett magának, hiszen a Handler iskola sminkesei jóvoltából egy bajusz mintakönyv alapján mindenki bajuszt festethet magának. A tapasztalat az, hogy mindenki ilyen kis klasszikus huszárbajuszt szokott kérni vagy rendelni magának, úgyhogy reményeink szerint majd sok ilyen bajusszal térnek haza a fiúk és a lányok egyaránt, hiszen ez a huszárbajusz azt gondolom, hogy ezen a napon nem lesz nem függő. De nagyon sok híres magyar ember viselt nagyon szépen gondozott bajuszt, és ezért kitaláltuk ezt a magyar bajusz forgatós nevű játékot, ami tulajdonképpen egy memory játék lesz, és a memory játékban összeválogattunk 24 olyan híres magyar embernek a portréját, akinek gyönyörű bajusza volt, vagy van is, mert hát van még élő ember is közöttük, és egy ilyen memory forgatós játékot gyártattunk, vagy készítettünk ehhez. Csak néhány nevet említek itt, Arany János, Benedek Elek, Berzsenyi Dániel, hogy soproni kötődése is legyen, de lesznek a gyerekek számára rajzfilmekből ismert hősök is, például János Vitéz, vagy Döbrögi, akinek ugye erősen más alapú bajusza volt. Aztán Jávor Pál, József Attila, de Lakner Kristóf is gyönyörű bajusszal rendelkezett, és hogy az élők között is, hogy Csukás István is, kortársunk között is lapozgassunk, Csukás Istvánnak sem semmi bajusza van, úgyhogy ezeket az embereket egy kicsit meg is lehet majd ismerni a játék során, de lesz egy olyan óriássak, ahol természetesen a huszár figurák csákóban állnak rendelkezésre, úgyhogy sok minden olyan játékunk lesz, ahol ki lehet próbálni egy kicsit ezt a magyaros virtust, ezt a nemzeti érzést, és azt gondolom, hogy mindenki egy kicsit büszkébben és bajusszal térhet majd haza erről a délutáról. És hogyha már eleve huszárként érkezik, és mondjuk nem az egyesület tagja, akkor ő kap valamit ezért cserébe? A bajusszal érkezők is kapnak valami kis meglepetést, aki pedig huszárviseletben érkezik, annak természetesen belépőt sem kell erre a napra fogni. Vagy egyéb egyenruhában. No hát ezt még tisztázzuk. Hát a gyalogosok, matrózok, ja, úgy igen, dámahölgyek. Igen. Most a civil lakosságot úgy értem, hogy aki nem az egyesület vendégeként érkezik, a civil lakosságot, hogyha beleszámítjuk, aki huszáros mentében viseletben érkezik, természetesen belépőjegy nélkül nagy örömmel dísz vendégként fogadjuk ezen a délutánon. Hogy telt ez a 10 év? Ez egy fontos kérdés. Mekkora fejlődésen ment keresztül egyébként az egyesület, hiszen szerintem azért egy évtized alatt bármi megtörténhet. Ugye az egy évtized alatt 2009-től gyakorlatilag mi folyamatosan készültünk. Mindig készültünk valamire, mindig a következő dologra. Legyen az akármilyen gyalogos megmérettetés, lovas verseny, vagy akár családi nap, vagy akár egy huszárbál, ahol a tánccal készülünk, vagy a fegyverhasználat gyalog lovon, tehát ugye folyamatos készüléssel telt. Természetesen ugye ez folyamatos fejlődést is eredményezett, hiszen ugye mind küllemében, mind felszerelésében, ruházatában, eszköztárában, mondhatom, hogy ruházataiban is ugye fejlődött és bővült az egyesület. A
taglétszám is több, mint 2009-ben volt, és hát én talán minden szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy egy nagyon jól ívelő pályán volt, és talán van is a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület. Ugye nem biztos, hogy ez Sopronban mindenki számára lejött és lejön, de én bátran mondhatom azt, hogy ha szabad ilyet mondani, hogy az egyik legelismertebb huszár hagyományőrző egyesülete vagyunk a magyar katonai hagyományőrzésnek, és erre büszke vagyok, és büszkék erre a tagjaink is. 10 év, ugye az nagyon sok élmény és emlék, ugye a lányom próbál egy vetítettképes dolgot összerakni az elmúlt 10 év eseményeiből, hát ugye ez folyamatosan, egy ideje elkészültek a képek, folyamatosan redukáljuk, hiszen ugye órákon keresztül nem lehet vetíteni. Tehát ugye, ha csak egy évnek a mondjuk jól sikerült képeit akarnám levetíteni, ugye az is rengeteg lenne, hát még hogyha ezt 10 évben, és amilyen jól sikerült ez a sok kép, én azt gondolom, olyan jól sikerült ez a 10 év is, és én azt gondolom, hogy ettől felvértezve, megyünk neki a következő 10 évnek is. Jó, és akkor ennek a 10 évnek neki is, vagy megtekinthetik majd a nézők is, a vendégek is ugye ezen a szombati napon. Igen. Mert akkor ez így fog összeállni. Még egyszer egy rövid kezd csinálót kérek Krisztától. Hát én azt gondolom, hogy nyerekbe soproniak akár. Huszár egyenruhában is jöhetnek, de természetesen civilben is. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel március 15-én, 10 órakor a Petőfi téren a városi ünnepségre is. Ugyancsak nagy létszámban ott lesznek a soproni hagyományőrző huszárok. És az ünnepi műsor is azt gondolom megérdemli majd a figyelmet. Állítások szerint nagyon jó idő lesz, úgyhogy talán most majd a szél sem veszi senkinek a kedvét, hogy megjelenjen. És 16-án szombaton pedig töltsék a délutánt a Lisztközpont előtt, a Huszár Múzeumban, a Lisztközpont összes termeiben, ahol kolompos koncerttel, hagyományőrző játékokkal, huszárdívat bemutatóval, és sok-sok szórakoztató és tanulságos épülésre való programmal várjuk a látogatókat, úgyhogy nyerekbe soproniak. Így legyen. Gurulics Robertnek és Szekeres Krisztának köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt a hét témája, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra. Köszönjük figyelmüket. Önök a Sopron TV heti magazinját a szerda estét látták. Jövő héten ismét várjuk Önöket. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon és Facebookon is követhetnek bennünket. Ne feledjék, a szerda este akkor Sopron TV. Viszontlátásra! A Hölgyválasz együttműködő partnere a Bónis Reiter Borászat.